Folytatjuk a délelőttöt, és ahogy már mondtam, megvan Magyarország évfája. Erről fogunk most beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Orovec Ágnes, az Ökotárs Alapítvány szóvivője. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát akár egy Vörös Sándor vers kezdete is lehetne, hogy zengő várkony hőszelíd gesztenyé. Ez annyira irodalmi, annyira szép. Megvan az évfája, és ez a szelíd gesztenye fa lett. Mennyi szavazat érkezett rá, vagy mennyi fa közül kellett őt kiválasztani? Zengővárkony hős szelíd gesztenye összesen 4088 szavazatot kapott ezen a szavazáson. Egyébként 13 döntős fa közül választhattak a szavazók, és több mint 18 000 szavazat érkezett erre a 13 fára idén az online szavazáson. Ez rekordnak számít, vagy mondjuk az eddigi évekhez képest többen vettek részt most ebben a szavazásban, ebben a játékban? Többen vettek részt, mint a tavalyi évben. Igen, rekordnak azért nem mondanám, de elégedettek vagyunk, igen. Mi ennek a fának a története? Miért nevezzük őt hős fának? Ez a fa több mint 300 évesre becsülik a korát, méghozzá azért, mert a templom dombon ültették el, a templomot pedig az 1750-60-as években építették körülbelül. Egyébként ez az egyetlen fa, ami az oda épített fák közül megmaradt. Illetve azt is tudni kell, hogy ez a fa annak az ősi szelídgesztenyésnek az egyik példánya, amelyet tulajdonképpen nem csak a mint haszonnövény kezelik, hanem hát a folytonosság jelképe is. Három nagyon komoly veszély is érte ezt a fát élete során. Az egyik az volt talán a legszélsőségesebb, amikor a közeli lőtért őrzendő vagy őrzésére kirendelt katonák felgyújtották annak érdekében, hogy a tüzénél melegedjenek, a mai napig is látszódnak rajta az égés nyomai. De elkapta 70-es években a kéregrákot is, szerencsére ezt is túlélte, mert most már teljesen lecserélődött a kérge, úgyhogy most már egészséges. Illetve hát emellett az is egy nagy veszteség volt, amikor az 50-es években elvették ezt a fát a közösségtől, az őt művelő közösségtől, a szövetkezeti művelésbe került, és sajnos akkor nem annyira szeretettel vették körül, csak haszonnövényként. A szelíd gesztenye mennyire gyakori Magyarországon? Mert én nagyon sok szelíd gesztenyefával nem találkoztam még. Igazából azt nem tudom, hogy az országban mennyire elterjedt, viszont ez egy mintegy 60 hektáron elhelyezkedő szelíd gesztenyés, és az Engővárkony Messzeföldön híres erről a szelíd gesztenyésről, úgyhogy ezért azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő hely lehet az országban, ahol termelik a gesztenyét. Ilyenkor, mikor megnyerte az évfája címet ez a szelíd gesztenyefa, mi történik vele? Kap valami díjat, egy emléktáblát, mi lesz ilyenkor vele? Igen, az egyik díj, amit ő kap, az valóban egy emléktábla, illetve egy oklevél, emellett kap egy állapotfelmérést, és hogyha szüksége van rá, akkor egy egészségügyi kezelést, egy faápolást. Azért, ahogy említetted, itt szegény fának elég hányattatott sorsa volt, tehát mondjuk pont rá lehet, hogy rá fog férni ez a gyógyítás. Elképzelhető, kíváncsiak is vagyunk rá, hogy mit talál majd az erdészeti szakember. Mindemellett egyébként kapott egy, mint egyébként több más díjazott is, egy madárodút, színcinege odút, úgyhogy ezt is reméljük, hogy ki fogják tudni helyezni. De talán a legnagyobb díj az mégiscsak a dicsőség, illetve az a népszerűség, amit ez a díj jelent. Nem sok szavazat választotta el a második helyezéstől, ez pedig a nyírbátori tölgyfa. Itt a 13 fa közül melyet emelnél még ki, vagy mi az, aminek mondjuk még egy különleges története van? Én azt gondolom, hogy érdekes módon az utolsó helyezett családi almafa az, ami még leginkább különleges. Ugye ebben a versenyben nem a fáknak a szépsége, vagy a kora, vagy a mérete számít, hanem az őt jelölő közösségnek a lelkesedése, szeretete, rajongása, illetve mérete. Na most ugye
a családi almafa esetében a jelölő közösség nem egy nagy közösség, viszont a fotók alapján tényleg látszik, hogy igazi családtaként kezelik a fát, rengeteg, tehát az évtizedek alatt összegyűlt fotót küldtek el, és mindenhol látszik, hogy központi szerepet tölt be a fotók melléért kis jegyzetekből is ez derül ki. Volt már erre példa, hogy ennyire kis közösség, hogy tényleg egy család nevezett fát erre a versenyre? A magyarországi versenyben ilyen fa még nem jutott be a döntőbe, de egyébként az európai versenyben tavaly mindenképpen volt egy ilyen fa. Akkor igen. Ez jó példát szolgálhat. Hát igen, 76 szavazat érkezett a családi almafára, ő mondjuk részesül esetleg külön díjban, vagy valahogy megemlékeztek róla is? Minden fa kapott oklevelet, illetve kisebb-nagyobb díjakat a Kender Kócz Beruház jó voltából a díjkiosztón. Egyébként nagyon kedvesek voltak a jelölők, mert sajnos ugyan nem tudtak eljönni a díjkiosztóra, viszont meghívtak minket magukhoz. És esetleg egy almás pitével várnak majd benneteket, reméljük. Nekem a szívem csücske a Balaton, és volt egy balatoni fa is, mégpedig nem is egy balatoni fa volt, mert hogy fonyódi fehér nyárfákról beszélhetünk. Ők valahol a mezőny második felében végeztek, de nekik is különleges történetük van. Igen, a fonyódi fehér nyárfák nyerték el idén a hősfa díjat, ezt minden évben egy olyan fának ítéli oda a zsűri, amelynek az életét veszély fenyegeti, vagy fenyegette, de még a mai napig sikerrel küzdenek a megmentésükért, vagy pedig már sikerült őket megmenteni. Hát ez egy elég szomorú történet, több mint 100 fát vágtak ki a fonyódi másfél kilométeres partszakaszon a vasút fejlesztésre hivatkozva, mindössze ez a két fa az, ami megmaradhatott. Egyébként több mint 100-an támogatták az ő jelölésüket, reméljük, hogy most már az ő életük nincsen veszélyben. Így legyen. Nagyon szépen köszönöm, Ágnes, hogy itt voltál velünk, és további nagyon jó munkát kívánunk nektek. Köszönöm szépen.